Az úr 2016. esztendejében nem üldögélünk bánatosan tétlen. Szóljon gyorsan minden sógornak, komának, eljött az ideje a várműhely nyitásnak. Kisdobos hirdette a várműhely megnyitását. A Dobó utca 12 szám alatt mostantól lehet kézműveskedni, vitézi próbázni. Hat lakója lesz a műhelynek, ők csalogatták közelebb énekszóval a vendégeket, majd Dobó kapitány tárta ki végleg a kapukat. A belépéshez persze jelszó is kellett. Na szerencsétek, akkor nyíljon a kapu. Az egészen kicsiket és a tapasztaltakat is várják, hogy betekintést nyerjenek a vár világába, a vitézi életbe. A várműhelyben elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozásokra várjuk a gyerekeket, akik szeretnek tárgyat alkotni, tűzzománcot, vagy fafaragást, vagy kákafonást, vagy hímzést, azok jelentkezhetnek bizonyos múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Akik jobban szeretik a mozgást, a harcot, a küzdelmet, azokat az apród iskolába várjuk. Számos foglalkozást, múzeumpedagógiai foglalkozást készítettünk el ennek az új tarisznyavárnak a működtetésére. Balasis diákok próbálhatták ki először a várműhely kihívásait. Tanultuk azt is, hogy melyik volt a legelső mondat, amit tudunk a magyarok történelméről, szóval nagyon sokat tanultunk. A műhely kialakítását a várfelújítás során végezték el. Az volt a cél, hogy legyen a Vármúzeumnak egy új múzeumpedagógiai bázisa, hiszen bár kevesen tudják, Csekély a vár területén az erre alkalmas helyek száma. Szükségünk volt helyre, tehát itt az Egri vár, főleg a május, június, illetve a szeptember időszakban nagyon nagy létszámban fogad gyerekeket, csak úgy az arányok érzéketetése véget több mint 100 000 diák látogat el évente az Egri várba, és hát ezeknek a fogadásához, ugye a múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához helyre van szükség. A várműhelynek egyébként közvetlen összeköttetése van a kazamatához is, ahová közeljövőben fáklyás kazamata vezetéseket terveznek indítani.